Népi motívumok mai használatban a címe annak a kiállításnak, mely hétfő délután nyílt Székelyudvarhelyen a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont kiállító termében. A tárlatot a nagy érdemű már láthatta a múlt hétvégén szervezett őszi vásáron, viszont a projektben résztvevő képzőművészek munkáját elismerő okleveleket az október 12-én nyílt tárlaton adta át Lőrinc Ildikó, a megyei hagyományőrzési forrásközpont vezetője. Salló Szilárd néprajzkutató elmondta, a kiállítás több hónapos munka eredménye, ahol az alkotók a népi motívumokat a manapság is használatos tárgyakra örökítették át. Alkotóink mind székelyudvarhelyiek, Székelyudvarhely, illetve Bögöz településről érkeztek. Először arra gondoltunk, hogy több alkotóval fogunk együtt dolgozni. Mivel 6 személy jelentkezett, ezért egy kisebb csoport mellett döntöttünk. Ők üvegfestés, szövés, hímzés, bútorfestés, csipkehorgolás területről jelentkeztek. Az Európai Uniós projektben résztvevő alkotók hiteles forrásokból ihletődtek. A 4 hónapos képzés során ellátogattak a Homorod mentére, Szent Mártonba, Oklandra, Karácsonyfalvára és Almásra, ahol tájházakat, néprajzi gyűjteményeket és templomokat tekintettek meg. Egy ilyen jellegű munka során mindig felvetődik a kérdés, hogy szabad-e, illdomos-e népi motívumokhoz úgymond hozzányúlni, azokat újszerű formában feldolgozni. Salló Szilárd néprajzkutató szerint hasznos, ha ezek a minták stilizált formában a hétköznapokban is megjelennek. Mindenképpen úgy gondolom, hogy felelősség használni a népi motívumokat. Több vonal is kialakult, van akik azt mondják, hogy csak is olyan tárgyakon, olyan hordozókon szabad megjeleníteni ezeket a népi motívumokat, amelyeken őseink is, elődeink is tették ezt. Van egy másfajta vonal is, amely azt mondja, hogy igenis saját használati tárgyainkon is megjeleníthetőek ezek a motívumok, természetesen stilizáltan és a jó ízlés határán belül maradva. A művészek közösségi teret alkottak, különféle textil és festett berendezési tárgyakkal, székek, kávézó, asztal, zsebes tároló, zsákülőkék, díszpárnák, függönytartó, babzsák, szőnyegek. A kiállítás végén kivetítőn mutatták be azokat a képsorokat, amelyek a képzés során, illetve a tanulmányok idején készültek.